Ha már Gyurcsány Ferenc ezzel hagyta abba az előbb, hogy euroszkeptikus kormány a magyar és Európa Párti, általában az Európai Uniós tagállamok kormánya, a Jobbik most hol tart? Európa Párti vagy euroszkeptikus? Talud Gábor a vendégünk, a Jobbik. Jó reggelt kívánok, Magyarország pártiak vagyunk mindenképpen. Tehát azt gondoljuk, hogy a magyar érdekeket kell nézni, és amikor akár egy ilyen alaptörvény módosítást elbírálunk, akkor is a magyar érdekeket tartjuk elsődlegesnek. Ez jó válasz, de nem válasz a kérdésemre. Európai Unió pártiak, a mostani állapotában a pártra ezt ki lehet mondani? Európa pártiak vagyunk. Aztán, hogy az uniót hogy sikerül megreformálni, vagy hogy sikerül gátat szabni annak, hogy tovább menjenek ezen az önkényes úton, ami egy Európai Egyesült Államok irányába hat, az egy jó kérdés lesz. Mi mindig elmondtuk, hogy Európát három alapértékre felépültnek tartjuk. Ugye ez a római jog, a görög gondolkodás és a kereszténység. Amíg ebben nincs egyetértés, addig az unió reformra szorul. Tehát azt gondolom, hogy ezt a három alapelvet mindenkinek, aki Európában él, európai nemzet, ezt el kellene fogadnia. Még ebben sincs egyetértés szerkesztő. Bár ebben a három alapelvben alapvetően egyet szoktak érteni, csak hozzátesznek még másokat, de szerintem ezt most... Nem merték beleírni egyik alapszerződésbe. Bele kellett volna? Bele, szerintem. Utalás például a kereszténységre. Kereszténye lett Magyarország attól, hogy az alaptörvényben benne van? Keresztény Magyarország? Ez egy jó kérdés, de fontos, hogy benne van. Fontos, hogy benne van, és hogyha nem olyan fontos, akkor miért nem akarták ezt beleírni az európai alaptörvénybe, európai alkotmánynak a szövegébe, vagy bármelyik alapszerződésbe. Hát, tehát, hogyha nem fontos, akkor miért nem akarnak egy olyan törvényt, ami arról szól, hogy ne lopjanak a képviselők? Mert hát ugye ez konkrétan arról szólna, amit önök most beterjesztenének. Igen, ez hogy, egy másik téma, álljon meg a kereszténység nevében a lopkodás. De ez egy két különböző dolog, szerkesztő úr, de hogyha rátért, valóban úgy gondoljuk, hogy a képviselők és a politikusok korruptak, el kell számoltatni őket, és olyan törvényeket kell hozni, ami nem teszi lehetővé, vagy nehezebbé teszi, hogy eltitkolják a vagyonokat. De látja, azt mondja, hogy a képviselők, a politikusok korruptak, de hát ők írták be az alaptörvénybe a keresztény Magyarországot, amely ugye... Értem, de most két külön tehát, dolgokról ez beszélünk, maga, az igen, egyik... Igen, de ez önmagában semmit nem ér egy leírt mondat, ha nem töltjük meg tartalommal. Ez igaz, ezért szeretnénk például a vagyonnyilatkozatok terén megtölteni tartalommal, szigorítani azt, amit látunk. Azt mondja a kormány, hogy hát a saját szemükben a gerendát sem veszik észre, hogy a jobbikos képviselők tele vannak korrupciós ügyekkel. A Fidesz önmagát már nem tudja tisztára mosni, ezért próbál mindenkit maga körül besározni. Például, hogyha nekik fontos, hogy átláthatóak legyenek a viszonyok, akkor miért nem tették meg eddig is önszántukból, hogy a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat kirakják az internetre. A Jobbiknak minden képviselője megtett. Egyébként hozzáteszem, egyéb ellenzéki pártoknak hát a képviselői sem tették meg. Mint, ugye, teljességgel követhetetlenek ezek a vagyonnyilatkozatok. Tehát alapvetően semmivel hát, nem szólnak, a strómanokat elrejtik, a megszerzett vagyonokat eldugják, és annak is következménye, hogyha véletlenül valami kiderül, mint látjuk. Ez egy másik kérdés, de azt hiszem, hogy nagyon sokan a feleségük vagy a gyermekeik nevén tartják a vagyonuk jó részét, tehát ez kiderül többször, hogy nagyon komoly vagyonelemek, és miért nem nyilvánosak a hozzátartozók, az egy háztartásban élő hozzátartozóknak a vagyonnyilatkozatai? Vagy miért nem teszik meg ezt önként, hogy felrakják az internetre? Minden jobbikos képviselő megtette. Aztán, amit ön mondott, az nagyon is igaz, hogy semmi következménye nincs annak, hogyha valaki lebuki. Ebben a javaslatban, amit Dúró Dórával nyújtottunk be, az van, hogy ne csak, hogy ugye ez a része, hogy a hozzátartozóknak legyen nyilvános a vagyonnyilatkozata, hanem legyenek szigorúbbak a szabályok, például a képviselőt, amikor megválasztják, és amikor leköszön, egy kötelező, NAV által elvégzett vagyonosodási vizsgálatnak kelljen, hogy alávesse magát. Ez mindenki számára egy automatizmusként, és hogyha nyilván ott valamit találnak, annak büntető eljárások is lehetnek a következmények. Jól emlékszem, hogy jogászember, ugye? Jól így emlékszem. Van. Ma ki lehet mondani, hogy Magyarországon egy parlamenti képviselő jog fölött áll? Mire gondolsz? Hát ezt? Például ilyesmikre. Tehát, hogy inkább lehet vinni a pénzt, nincs következménye. Hát de lehet, pont lehet csalni a vagyonnyilatkozattal, nincs következménye. Tehát jó, hogy mit tézisként ki lehetne mondani. Szinte igen, azt csinál, amit igen, akar. Igen, ki lehet mondani, és ezen szeretnénk változtatni. Vagy például lehet módosítani ezeket a vagyonnyilatkozatokat. Mi azt szeretnénk ebbe a javaslatba, hogyha valaki módosít bármilyen apróságot, akkor az egyértelműen egy eljárást vonjon maga után, tehát az összeférhetetlenségi mentelmi és a vagyonvizsgálattal, illetve hát a különböző nyilatkozatokkal foglalkozó bizottságnak induljon el automatikusan az eljárása, és a parlamentnek a honlapján, ráadásul a nyitó oldalon, ez jelenjen meg, hogy valaki módosította. Tehát, hogy mindenki számára legyen egyértelmű. Én értem a számokat, ezek nem de, egy olyan de nagy... hiszi, hogy ez át fog menni. Bármilyen összetételű parlamenten valaha is? Hát én nagyon bízom benne. Tehát ha nem most, akkor 18-ban ennek át kell mennie. Ha viszont most elutasítja a Fidesz, akkor tulajdonképpen elfogadjuk azt, vagy elfogadják azt, hogy ők nem akarnak semmit tenni. Beismerő vallomásnak tekinteni, ha elutasítani a Fidesz? Annak tekintem.
Azt mondta Orbán Viktor legutóbb Vona Gábornak, amikor Vona Gábor azt követelte, hogy Orbán Viktor mondjon le a népszavazási kudarc után, hogy önök a Jobbik fogott párt, meg önök fogott emberek. És hát azt úgy értelmezte mindenki, hogy Simicskára utalt Orbán Viktor, és a Vona Gábor Simicska találkozóra, a Simicska Lajosra való kapcsolatra. De lehet, hogy Orbán Viktor fogja önöket, legalábbis itt az alaptörvény kapcsán az ön készségessége, a Jobbik odaállása a Fidesz mellé, mintha ezt mutatná. Nézze, van mozgásterük? Tények nélkül bárki bármit mondhat. A mozgásterünk az, hogy megnézzük ezt a javaslatot. Egyébként jó magam is ott voltam a tárgyaló delegációban. Ez alapvetően nem egy rossz javaslat. Néhány érdemi módosítással azt kell mondjam, hogy megfelelővé csiszolható, és egy nagyon fontos pontra felhívnám a figyelmet, ami nyilvánvalóan megint csak a Jobbik szerepét, vagy a Jobbik által mondottakat erősíti, hogy itt a különböző bevándorlási kérdéseken túl egy nagyon fontos passzus is megjelenne az alkotmányban, itt a német alkotmánybíróságnak a gyakorlata felé megyünk, hogy vannak olyan szuverenitási kérdések, amelyekben vannak olyan alapvető jogok, amelyeket nem adtunk át Brüsszelnek, és nem is adhatunk át. Tehát abban Brüsszel, a magyar önazonosság, a magyar, ha tetszik, történeti alkotmánynak bizonyos alapvető passzusait, alapvető szuverén jogokat nem adott át Brüsszelnek. És ezt fel akarják soroltatni az alaptörvénybe? Nem, mint elv. Jogok, nyilván, amik nálunk maradtak? Nem, ez mint elv kerül gyakorlatilag bele, amiből az alkotmánybíróság, akár a magyar alkotmánybíróság ki tudja dolgozni, hogy pontosan melyek ezek a szuverenitási alapvető sarokkövek, amit nem lehetett átadni Brüsszelnek. Németországban pont egy ilyen jogi vitát látunk, és azt kell mondjam, hogy ez több országban is meg fog valósulni. De miért szavazzák meg a kormány javaslatát az alaptörvénymódosításra akkor, amikor egyébként nem fogadják el azt, hogy ez a népszavazás ez sikeres volt, hogy eredményes volt, következésképpen valami olyanra hivatkozik ez az alaptörvénymódosítás, amire kapcsolatban önök azt mondják, hogy hát ezt nem kellett volna. Nézze, év eleje óta mondjuk, hogy alaptörvénymódosításra van szükség. És gyakorlatilag a Jobbik javaslata mint a Fideszi. Nagyon hasonló ahhoz. Most a megfogalmazásban persze lehetnek viták, hogy a szavak szintjén, de alapvetően egy nagyon hasonló irányú és a célja tekintetében is egy hasonló javaslat volt az, amit már évelején megfogalmaztunk. Na most ezek után hitelességi kérdés, hogyha végre eljut a Fidesz is oda, hogy már megint a Jobbik programjából szemezget, mert ez történik, akkor erre mondjuk azt, hogy nem. Ez ugye szembe menne azzal, amit gyakorlatilag 2010 óta mondunk, hogy ami a nemzet érdeke, azt támogatjuk, ami nem, azt a messze menőkig elutasítjuk. Hát ez is egy jogos felvetés. Ez egy hitelességi kérdés. Ez is egy jogos felvetés lehet, hogy az emberek még emlékeznek talán arra, hogy mi történt a független kisgazdapárttal, amikor a Fidesz elkezdte szeretni a kisgazdapártot, mi történt az MDF-el, amikor a Fidesz elkezdte kedvelni az MDF-et, most elkezdte bírni a Jobbik gondolatait, nem, és akkor mi lesz a Jobbikkal? Hogyha egy Vona Orbán összecsapást megnéz, akkor egyáltalán nem erről van szó, a Jobbik leszeretné váltani. Egész világ, hát tudja. Hát gondolja ön, de ha gyakorlatilag azt is lehetne mondani, hogy igen, de most felelementett a régi, de tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy az elmúlt 90 után a pártok láthattuk, akár legyen az MSZP, vagy akár legyen az Fidesz, gyakorlatilag majdnem, hogy egy hasonló politikát folytattak, ami a korrupciót illeti, ami a közjavakkal való gazdálkodást illeti, és nagyon sok területen fel lehetne sorolni, hogy olyan nagy különbség nem volt. Ehhez képest a Jobbik programja már 2010-ben egy markáns különbséget fogalmazott meg. Erre persze lehet azt mondani, hogy aki mondjuk ellenzékből nem mond mindenre nemet, akkor az nem jó ellenzék, de szerintem inkább a hitelességnek az a fontos kérdése, hogy egy jó előterjesztést mere támogatni valaki ellenzékből, és egy korrupt kormány ellen mindent meg tud tenni. Azt hiszem, hogy a Jobbik mindig ezért dolgozott, ezért is fog, és ehhez képest a nemzeti ügy szempontjából teljesen másodlagos, hogy ki mit gondol, hadd mondjam ezt. Mi, amit a nemzet szempontjából fontosnak tartunk, azt támogatni fogjuk, és csak azért, mert a Fidesz terjeszti elő, nem fogjuk elutasítani. Ugyanez igaz mondjuk egy MSZP-s javaslatra is, hogyha az egyébként jó. Bár hozzáteszem, hogy ellenzékből az MSZP is sok jó javaslatot elő tud terjeszteni, aztán kormányon elfelejti. Ugyanez igaz volt a Fideszre, illetve egymás helikopterezését is nagyon jól tudja vádolni. Tehát ugye Rogán annak idején a Kókát helikopterezéssel is luxussal vádolta. Hát most, amikor ők vannak kormányon, ugyanezt megteszik. Bár Kóka, jól emlékszem, saját vállalkozásának helikopterével. Be lehet menni igen, a részletekbe. Hát azért az nagy különbség, de politikusként helikopterezni majd vállalkozóként. Most ebben a részletekben nem mennék bele. Hát a részletekben Rogán is azt mondta, hogy a feleségének a vállalkozása, hát és ebbe is
is ugye meg lehetne találni a másik oldalt. Tehát a lényeg az, hogy egymást mindig vádolták ezzel azzal, aztán amikor kormányra kerültek, ugyanazt csinálták. A Jobbik ezzel szeretne szakítani, és higgye el, hogy... De hogy kell a Jobbik kormányra akkor, hogyha odáll a Fidesz mellé, és azt mutatja magáról, hogy ugye, amit a Fidesz csinál, az tulajdonképpen olyan nagyban nem is különbözik attól, amit mi akarunk csinálni, akkor miért kéne a Jobbikra szavazni? Most egy alaptörvénymódosításról beszélünk. Igen, ez egy nagyon fontos alaptörvénymódosítás. Orbán Viktor odaállta a Jobbik javaslata mellé. Tehát Orbán Viktor a Jobbik kottájából játszik. Lehet ezt mondani. Mi fogalmaztuk meg először ezt a javaslatot, de ez vitán felül áll. El fogják fogadni az önök szavazói? Én azt gondolom, hogy el fogják fogadni, hiszen mi, ahogy mondtam, soha nem azzal foglalkozunk, hogy ki mellé állunk, hanem hogy mely javaslat mellé állunk. Ettől függetlenül 2018-ban egy Jobbik kormánynak kell jönnie, le kell váltani Orbán Viktort, és ez egy nagyon kemény harc lesz, hozzáteszem. Tehát láthatták paparazzi fotózások, megfigyelések, tehát minden lesz itt, amire nem lehet azt mondani, hogy nem válaszolt arra, amit felvetettem, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy önök fogott párt, és akkor mindenki simicskára gondolt, de közben meg ez lehet másképp is érthető most. Hát azt, hogy mit gondolt Orbán Viktor, ha nem mondja, és szerintem tudatosan nem mondta, mert nem tudott már a tényeket mondani. Nem a Jobbik? Hát hogy lenne? Hogy lenne? Fidesz által fogott párt szerkesztő. Tehát akkor ilyen csaták hangoznának el a parlamentben. Akár, én láttam, hogy amikor az MSZP-sek kérték számon Orbán Viktort, az meglehetősen nyugodtan viselte. De ezzel mire utal? Arra gondolok, hogy az MSZP-Fidesz szembenállás az egy jól bejáratott stratégia itt 90 után, amikor viszont Vona Gábor a fejére olvasta, hogy ő egy bukott ember, és Brüsszelben a magyar érdekeknek az érvényesítését azt nagyban gátolja az, hogy egy ilyen eredménytelen népszavazás van mögöttünk, akkor bizony Orbán Viktornak az nagyon fájt, és a szívébe hatolt, és azt kell mondjam, hogy ezek a tények, ha ezek után az alaptörvény módosításunk mellé odaáll, mert tulajdonképpen az van az ő javaslatukban, amit mi leírtunk, és ezek után mi azt mondjuk, hogy nem támogatjuk, akkor hiteltelenek lennénk. Illetve, ahogy mondtam, tulajdonképpen ők támogatják a mi javaslatunkat. Érdekes összevetése a valóságnak az, amit öntől hallottam. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk is elmondta.